túl könnyű álértékelésekkel manipulálni a Facebook üzleti listáit, állapította meg egy brit szervezet. A Which vizsgálata szerint több cég ipari méretekben készít hamis véleményeket cégekről, hogy azok jobb színben tüntethessék fel magukat az interneten. Nina Bati, a Which kampány szervezője az Euronews-nak elmesélte, hogy hamis céget hoztak létre a Facebookon, aztán fizettek több értékelő weboldalnak, hogy hamis véleményeket készítsenek, amelyeket a cég oldalán megjelentethetnek. Mindössze néhány hét alatt 96 ajánlást tudtak szerezni, és 500 lájkot csupán 6,5 fontért. 10 darab 5 csillagos értékelés csomagot kaptak ezért. Csak nem az összes profil, amelyen hamis értékelések voltak, bangladesi. Közülük sokan stockfotókat, ügynökségektől vásárolt képeket használnak. A fogyasztókra van bízva, hogy az összes vizsgálatot elvégzik-e a termék vagy szolgáltatás minőségéről. Szerintünk ez nem helyes. A platformoknak kellene elvégezniük ezt a munkát, mivel ők közlik ezeket az információkat a fogyasztókkal. Kedden az amerikai szenátus egyik bizottságában tett vallomást az egyik volt Facebook alkalmazott. Francis Hogan azt mondta, hogy a cég a nyereséget tartja szem előtt, és nem a felhasználók érdekeit. Szerinte szigorúbb kormányzati felügyeletre van szükség, hogy mérsékelni lehessen a cég által jelentett veszélyeket.